A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Növényi Norbert, olimpiai bajnok, birkózónk. Ugye nem haragszol meg, szervusz, hogy ezt emeltem ki. De a mérges az arcom, vagy mi azért gondoltad? Hát, ugye soha nem lehet tudni. Azért van egy pár világbajnoki címed ugye más sportágban, és ugye MMA-ban például ugye nehézsúlyú világbajnok lettél 2009. január 17-én 51 évesen. Azóta, nem gyűjtöttél újabb világbajnoki címeket? Hát a grapplinget nyertem, 56 éves voltam, a grappling VB-t. És hát 2014-ben volt ott, tudod, a fiatalok között harmadik lettem, de akkor osztályban nyertem két VB-t a grapplingbe, kíbe meg nogíbe. Ezt annyira nagyon nem ismerik az emberek. Hát a grappling igazából, az ősi birkozás, tehát csak most már annyira le van szabályosítva, tehát annyira védik a sportlót, hogy nem lehet két kézzel fejet fogni birkozásnál, nem lehet izületeket csavarni, a grapplingnél meg lehet. Tehát olyan, mint a jiu-jitsu, csak itt van gi, meg no gi. A no gi-ben az ilyen rásgárd, ilyen testre simulóban, lehet birkócipőben mezitláb is, a gi-ben meg, amikor ilyen judo gi van a versenyben. Ez egy kicsit úgy, hogy hazatértél minden esetre az MMA után, ez egy kis hazatérés, nem? A grappling. Az MMA-ban is ugyanaz, hát az MMA-ban a lenti munka az nagyon fontos és lényeges. Jó, de mégis más azért, ez keményebb. Hát az MMA egyébként az ős, a római, az ókori olimpiákon a pentatlonban az ötödik szám volt, de egy érdekes dolog volt, hogy az első három atlétikai szám volt, és utána már a birkózásban, meg a MMA-ban, illetve akkor pankrácsnak hívták, már nem kellett indulni, mert az első hármat megnyerte, és átlábott a kisebb termetőek, a vékony emberek gyorsak voltak, azok nyertek, és onnantól kezdve már nem kellett nekik indulni a negyedik, vagy az ötödik számba. De ez is egy ősi sport, egy nagyon kemény, nagyon összetett, nagyon bonyolult, és nagyon sokrétű felkészülést igényes sport, hiszen rúgni kell tudni, ütni kell, dobni kell, lentről a befejezés, a folytás, a fesztések, tehát egy komoly sport. Na most mi van akkor ezzel például nehézsúlyú világbajnoki címmel? Nem kell megvédeni, elvitték már, most már nincs is. Nem kell, figyelj, nem, hát azért most 59 éves vagyok, tehát na, azért jönnek fel a 20 éves fiatalok, mint a Sherman, a páncélos, tehát most már nehéz, az ember ebben az időszakban már nehéz. Akkor most már letettél mindenféle ilyen. Azt nem mondtam, de egyelőre, tehát a MMA-ról biztos, hogy lehet, a grappling az még, élvezem még, és amíg jó a dolog, amíg örömet lelek benne, hát akkor még ne csináljam. De nem gondolom, hogy versenyzek egyébként, de hát Isten úgy, hogy kifürkészhetetlenek. És ilyen gumikerékdobáló versenyszámot nem akarsz kitalálni? Ez az erős... Már amikor hogy autóról úgy lejön és jön feléd úgy 150-nel. Hát igen, az általában ma volt ilyen nemrég sikerült, és ilyen szépen 120 rát is mentem rajta, és tényleg nagyon nagy szerencsém volt, mert nem volt benne a felni benne van, akkor most nem tudunk itt beszélgetni. Tehát ez nem volt olyan vicces. Illetve nem is az nem, mert előfordul ilyen dolog, és szerencsém volt, mert nem dobott le az útról, hanem utána történt, én próbáltam az embereket megállítani, világítottam, még az is belefért, hogy nem álltak meg, mert sötét volt. Én behúztam a gumit, de amikor jöttem haza, szerencsém volt, mert csak a hűtő feleszagadt le, és nem folyt, tehát ott menni a motor, és olyan 60-70-en jöttem haza, sőt félig bent voltam lárosámban, és úgy jöttek rám az emberek, mintha egyszerűen nem voltak normálisak. Dudáltak, toltak volna le, egyszerűen... Mit keresít, Bri? Ez volt a... Nem, nagyon agresszív volt, és nagyon tehát amúgy is feszült állapotban voltam ugye a baleset miatt, és azt mondtam, hogy ennyire nincs az emberekben már tolerancia, ennyire nem látják, hogy nem véletlenül megvész villogóval, hogy félig lent a sába, tehát miért kell neki, miért nem került ki, tehát miért kell a hátamra egy méterre. Tényleg gondolkoztam azon, hogy ráfékezek, hogy nekem jön, és akkor még egy kicsit el is beszélgetek az illetőkkel, de 100 autóból 98 ilyen volt. Tehát elkeserítő, hogy az emberek ennyire nem törődnek másokkal, és ennyire nem foglalkoznak. Tehát ennyire nincs bennünk empátia, meg tolerancia. Ugye megvan még neked a sportegyesületed? Meg, igen. Sportakadémiád. Igen. Akkor legalább akkor majd a nevelésben, ezt is majd akkor majd szem előtt tartod, nem, hogy olyan indulatokkal nem lehet. Csak pillanat volt indulat is. Egyébként nem, csak olyan sportolókat neveljünk ki, akik nem így fognak majd viselkedni. Hát igen, ezt szeretném egyébként. Nálunk azért tényleg ezt is tanítjuk, ha bemekolóba köszönök, ha kimegyek, köszönök, a másnak megadom a tiszteletet, tehát a sport ezért nagyon fontos, mert az erkölcs gyakorlásra ad teret lehetőséget. Én például 12 éves korig birkózni gyerekeket verseny nem is engedek. Most van egy-két olyan srác, aki 11 éves,
és ma olyan állapotban, hogy őket már lehet, de nem, mert alkalmatlanok lelkileg a terre elviselésére, de sajnos nálunk a rendszerek olyanok, hogy csak akkor tud a szakosztály a klub pénzhez jutni, hogyha minél több eredményt hoz. Igen. Csak itt ebben az a baj, hogy már fogják a 7 éves vagy 6 éves gyereket, lemegy két-három hónap edzésre, és már dobják be is versenyeztetik. És csodálkozunk, ha jön a felnőtt verseny, hogy a junior és 40 induló van, vagy 50, mert abba hagyják. Akadémián akkor vannak birkózó palánták? Vannak. Hát öt sportág van nálunk, van a birkózás, a judo, az ökölves, ezek a olimpiai sportágak. Uh-huh. Most bementünk a sumóba is, és van a grappling meg az MMA is. És nagyon büszke vagyok, mert... Mi véletlen? Hát már csak azért, mert a 2013-as évtől idáig, és sajnos, ha több pénzünk lett volna, akkor még több eredményt lett volna, de van a különböző korosztályok és kategóriákban 20 világbajnok aranyérmünk, van 5 ezüst, 3 bronz, sőt a profiba is van a Galbács, a birkóz edzőmnek a fia, a Galbács Marci, profiba volt ezüstérmes, világbajnok ezüstérmet szerzett, meg profi Európa-bajnokságon bronzó. Tehát nagyon jó eredmények vannak. A kis fiatalink között már van diák olimpiai bajnokunk, magyar bajnoki második, harmadik helyezettünk. Tehát most kezdenek ők is szépen a versenyen és hozzák az eredményeket. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. Ez működik. Most már jó pár éve működik. Hát igen, igazából 2009-ben alakítottuk ezt az egyesületet. Akkor csak, tehát nem volt szakmai munka, gyakorlati munka, hanem a Gödöllői Szent István Egyetemmel közösen csináltunk egy táplálkozási tanácsai képzést, és ott tanítottam én a sport és a táplálkozás kapcsolatát, illetve kölcsönhatását, és adtunk ilyen táplálkozási tanácsadói oklevelet. Szóval később írtál is egy könyvet, hát ami sportról, egy kicsit inkább a sportról írtam azt, tehát ilyen a kódos sport az ilyen egységes, igen. Hogy... Nem kimondta a birkózásról, hanem az összes sportról, hogy fejlődjük a gyerekeket, szülő-gyerek kapcsolat, az életkori sajátosságok, verseny előtt, közbeni, utáni táplálkozás, ezek, hogy mikor, hogy erősítsük a gyerekeket, a korai szakosztály, és még sorolhatnám mindezek a dolgokat, amit úgy gondolom, hogy nagyon fontos ma ahhoz, hogy minél több gyerek. Azt azért hagyd mondjam el, hogy nem véletlen, mert ma Magyarországon az össznépességnek csak a 20% a sportol, a gyerekeknek csak a 8% aktívan. Ez katasztrofális egyébként, nagyon kevés gyerek sportol. Igen? Aktívan, nagyon, nagyon kevés. Ez még egy 6 évvel ezelőtt, de az 6% volt. Mi voltunk az egyik, ha nem a legbetegebb az Európa-Unióban. Csak egy pár statisztikát mondjak, hogy például a férfiaknak a 41%-a nem éri meg a 60 éves kort. 60% az embereknek mozgásszerű betegségbe szenved. Évente 24 ezer ember hal meg 25 és 59 éves kor között. Ez több mint 8 ezer, nem tudom hány milliárd kiesés a gazdaságnak. És még sorolhatnám, hogy 1 millió alkoholistát kezelnek, különböző pszichés, évente 1000 édesanyja drogos szüli meg a gyermekét. Nagyon nehéz helyzetben van az ország, de az egyre több pénz kerül belé, és hát remélem, hogy minél több gyermeket tudjunk rávenni, és megértetni azt, hogy mennyire fontos a mozgás, a sport, ahhoz, hogy teljesebb értékű életet éljenek. Sajnos főnőtt egy generáció, akinek nem volt fontos a sport, valami miatt ez elmaradt, és rányomja a bélyegét, mert a gyerekeiket sem nagyon viszik sportolni. Ez nagy baj. Hát igen, viszont vannak, akik sportolnak, versenyszerűen, birkóznak is. Térünk át egy kicsit a birkózó szőnyegre, már csak azért is, mert ugye lassan kezdődnek majd az olimpiai kvalifikációs sorozatok. Hát azt hiszem, a jövő héten már is. Szerbiában április 15-17. Igen, mondom, kihirdették a keretet is, hogy kik indulnak. Most kötött fogástán maradva Knipli Csongor, Lőrinc Tamás, Szabó László, Varga Ádám, Lám Bálint. Hát mi jut neked? Erről eszedbe, hogy most tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a B válogatott. Figyelj, következő. Tehát én nagyon féltem a sportágamat. Ha a kisfiamat nézem, aki lényegében az unokám is lehetne, mert 6 éves, én meg ma 59, tehát, illetve másból leszek 59, nem öregítsem magam, az a pár hónap azért jó. Én azt gondolom, hogy 4 generáción keresztül birkózzuk a családomba, és én tudom, milyen nagy dolog egy olimpiára kimenni. Na most ugye tudjuk, hogy csak egy kvóta van eddig, egy 5. helyezett a Lőrinc Viktor révén. Ami nem azt jelenti, hogy ezek a gyerekek elfelejtek volna birkózni, hogy az edzők rosszak lettek volna. Én azt gondolom, ami komoly dolog, és én ezért is próbáltam, amikor volt ez a váltás most, ugye igen. A vezetőség váltás, és én álltam amellé a program elé, amit az előző szövetség az elmúlt 3-4 évben végzett, mert én azt gondolom, hogy kellett volna az olimpiáig hagyni őket, és utána meg lehetett oldani.
A legtöbb srác, aki most válogatott, ők már 30 év fölött vannak, 8-10 kukat fogynak, és egy olimpia az egy olimpia, azt ne felejtsük el, és nagyon megviselte őket pszichésen, ezt az eredmények bizonyítják. Tehát ezt lehet bármit mondani, lehet bármilyen oldalról. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy gátja volt annak, hogy eddig csak egy kótát tudtak megszerezni a fiúk, de én nagyon bízom benne, hogy azért többet fognak majd. Én ebben reménykedem, hiszen nagyon sok tehetséges srác és lány van, hölgy van közöttük, és én bízom hát abban, a vágy, ugye, amit a nyilvános is hoztak, az 5-7. Hát a vágyam óta. Nekem is van, sok mindent szoktam én vágyakozni, hogy mi de a realitás. De az 5-7, ez végül is hozható, nem? Hát szabad a lányokkal. Igen, hát ahogy egy se, úgy lehet hozni, 5-6 is. Itt az a nehéz, tudod, hogy a gyerekekben ezekben benne van az a félem, hogy nehogy lesérüljek, csak egy olimpia, a súlyomat, hogy figyelem, hogy tudom hordani. Bízom abban, hogy ez... Én például a mostani sportvezetés, a szakmai vezetés helyében, én pszichológusokkal körbevenném a fiatalokat, és beszéltetném őket, hogy megnyugodjanak, hogy higgyék el, hogy ők, ahogy eddig is óriási nagy dolgok voltak képesek, azért belegondolsz, ha csak vegyük a 2013-as évet, a két gyerek a világranglista élén volt, a két Lőrinc testvér, a Bácsi Péter, többen voltak az első háromba, a utánpótlás 25 érmet hozott a különböző világversenyek, tehát bennük van az X-faktor, hogy úgy mondjam, mert nagyon ügyes és tehetséges gyerekek. Ha hagyják őket rendesen dolgozni, és a pszichés lényeg, ami szerintem most inkább 80%-os, mint a többi más, ami 20 éves, akkor nagyon komoly eredményeket tudnak elérni a gyerekek. Én ezért nagyon-nagyon szívembe drukkolnék, hogy így legyen. Elsősorban, mert kellnek a példaképek, a követendő példák, hogy a birkózók megmaradjanak, ugye a birkózó sport azt mondja, legyen. Most azért az elmúlt időszakban elég sok probléma érte, főleg, hogy le akarták venni az olimpiáról is, nem is olyan rég. És én azt gondolom, hogy ez egy annyira szép, az ember megint is a Földön egyidős is, olyan természetes mozgásokban alapuló sporták, hogy ezt nem szabad hagyni elveszni. És Magyarországon is, én tudok olyan emberekről, akik a birkózó sportban váltottak, és nagy eredményeket értek el, de olyanról még nem tudok, hogy aki más sportákban elment, és a birkózásban eredményt ért el. Kimagasló eredményt. Ez azt jelenti, hogy olyan képzést ad, olyan alapokat nyújt, annyira sokrét és annyira összetett mozgáson alapszik, hogy rá lehet építeni bármit. Tehát egy nagyon szép dolog, és ezt nem szabad hagyni, hogy elszenvedjen, elsinyődjön. Minden esetre nehéz hetek várnak. Nehéz. Hát én remélem, hogy azokat, amit az előbb mondtam, lelki nyugodt körülményeket meg tudják nekik biztosítani, hogy ezek a srácok érezzék, hogy mögöttük vannak, hogy mert azért bár egyéni sporták, de azért érezni kell, hogy ott van mögöttem valaki, akár a család, az edzők, a barát. Tehát érezni kell, hogy ez egy közösség. Tehát hiába egyéni sporták, ha nincs mögöttük, az, aki érzi, hogy az erőben bármikor számíthatnak rájuk, akkor komoly gond lehet. Én bírom, gondolom, és nagyon bízom abban, hogy ezt meg tudják oldani a mostani vezetők. Egyébként ki szoktál járni birkózó versenyekre? Hogyne, tegnap is voltam, például Érdem voltam a gyerekeknek, volt egy regionális ilyen edzés verseny oda is, ahogy tudok, ugye azért elég nehéz, mert sportágon állam, tehát ott versenyek vannak ott is, mind a hétvégén, tehát szét nem tudok szakadni, de általában kint szoktam lenni versenyeken, igen. De ezt hogy csinálod? De hát közben rengeteg más egyéb feladatod is hát, van. Hát a családom látja ennek a kárát. Szerencsémre az én párom az nagyon toleráns, bár szegényen sok jót az elmúlt éveket, unóan sok jót nem tudtam neki biztosítani, meg a fiam is, a legkisebb is, aki most velünk él, ő átlátja és érzi ezt a dolgokat, még akkor is a 6 éves és teljesen toleráns és kezdve a dologba. Tudják, hogy mennem kell, jönnöm kell, ez itt nincs mese. Színház? Színház, nem, hát képtelen voltak felkérések, de sajnos nem tudtam elvállalni, egyszerűen képtelen. Tehát, ha 6 darabból állnék, akkor el tudnám vállalni, egyébként nem. Ugye most is olyan nehéz a helyzete, nem is akarok igazából kitérni erre, de most az edzők átvették egy kicsit a felelősséget, és most mások tartják az edzéseket. Néha járok le, mert ugye fönn kell tartani ezt a klubot, papírmunkákat nincs, aki megcsinálja, van sok támogatásom, nincs, eddig még nem kaptam, soha nem kaptam, úgy mondanám eddig a szövetségtől segítséget, most talán az idén, most már úgy néz ki, hogy lehet, hogy kapunk, akkor könnyebb lesz, mert ez leszedi a terheket a szülőkről is, jobban tudunk versenyezni, menni. Nehéz, de hát fönn kell maradni, viszont annyi tehetséges és ügyes gyerek van nálunk, hogy a szívem megszakadna.
Nehéz helyzetben voltam, mert ugye mondtad, hogy 2009-ben nyitottam ezt az egyesületet, a Sportakadémia Egyesületet, és akkor két éves munkám veszett kár, mert el kellett jönnöm arról a helyről, mert olyan nagy volt a bérleti díj, egyszerűen nem tudtuk fizetni, és a 150 fiatalok a különböző sportágok voltak, többek között 45-en voltak a birkózók, össz-vissza 6 gyerek maradt meg. Akkor elkezdtünk egy másik helyen, ott kaptam egy olyan helyet, amely úgy gombásolt, hogy attól féltem, hogy ha nagyon mély lélegzetet tesznek a gyerekek, ami teljesen alkalmatlan volt az édesmunkára, akkor féltem, hogy valaki nagy betegséget kap, rákos, vagy bármi daganatos, akkor most azért onnan is elmaradt egy 15, most vagyunk egy nagyobb helyen, és hát itt próbálunk valahogy megkapaszkodni, és akik megmaradtak, azok viszont nagyon ügyesek és nagyon tehetséges fiatalok. És a szülők is próbálják most már szépen kezdődően összealakulni a garnitúra, a kollektíva, és segítik egymást is, és most már alakul a dolog, kezd jobb lenni ennek. Akkor most elsősorban a sportnak élsz? Igen. Mindenféleképpen. Hát figyelj, volt az értelem, hogy csomó nehézség, meg van még most is minden. Hát ha arról beszélnek, hogy az elmúlt, az olimpia óta, hogy mik történtek, akkor azt nem nagyon viselni sok emberrel. Én az a igazság, hogy van, olyan típus ember vagyok, hogy mintha vonzanám ezeket az élősködő, nem tudom, mint amikor a Gania legyeket, elnézést a kifejezésért, de tényleg, tehát körülöttem mindig voltak olyan emberek, akik úgy gondolták, hogy a hátamon tudnak erre menni. Most is vannak? Most már nincsenek. Itt öreg fejemre megtanultam, hogy ha egyszer valaki hibázik, akkor azt el kell zavarni magam mellől. Tehát nincs, hogy véletlen volt, meg nincs. Nem mondják, jó, mert jó a szíved. Nem jó a szíved, mert egy ilyen bárgyúja voltam, mert ebben, és önző voltam, hogy jó van, hát mégis, mert ebben, meg olyan gondokat okoztam a családomnak, olyan nehéz helyetekbe kerültek, amit, sőt, túlságosan is sokszor nehéz helyzetbe, amiből nagyon nehéz volt kimásznom. De most már kimásznom. Alakulgat a dolog, alakul. Most már mások ki, most már kezdek kapaszkodok a végén látni a dolgok. A fényt akkor. Remélem, ilyen, én most már, ami körülöttem mondom, mindig valamivel beleestem valamivel, hogy meghúzódtak el. Hát most pár napja például most elhíreztették, hogy meghaltam a televízióban, a Facebook. Úgyhogy hívtak hamarok, hogy tényleg a te hangod, mondom, nem. Mondom, te egy médium vagy, csak egy szellemmel tudsz beszélni, hát ennyi az egész. Igen. Nem panaszkodom. Addig jó, mindezem, mert ezen mosolyog. Persze, figyelj, magamnak köszönhetek mindent, mert én vagyok az, akinek a döntéseinek a következményt viselni kell. Ha én ilyen vagyok, hogy nem tudom eldönteni, ki a jó, vagy ki, akire számíthatok, akkor az én hibám. Hát egyértelmű. Egyértelmű. A kutyád legalább elfogad téged, ugye? Hát úgy, hogy a csontot raknak a nyakamra, hogy legalább a kutya játszom vele, tudod, néha. Gyerekkorom is csúszdival etettek meg a papvízipisztoly keresztet. De persze, most az igazság, hogy nyáron el kell tartanom a kutyámat, mert daganatos betegség volt a lábán, a nagy mondótár. De van egy másik kis kutya, aki mellette nőtt fel, és avval jól el vagyunk, most rágta szét, ahol lakok ott az ajtót, úgyhogy valami gond. De én szeretem a természetet, gyerekkoromban általános akartam lenni, aztán ennek megvan az oka, de majd kapsz tőlem egy önéletrajzi könyvet, ami szeptemberben remélem kijön, és akkor majd abban nagyon sok mindent fogsz tudni olvasni rólam. Én szerintem igen csak olvasmányos lesz. Titkok derülnek ki? Hát sok minden kiderül, amiből talán meglátszó, hogy én milyen ember is vagyok, meg hogy amik történtek. Tehát én körülbelül olyan dolgok, amik hát talán 50 embert összeraksz, akkor azok a történik. Norbi, egyébként tényleg ezt hogy gondolod? Az emberek félreismernek téged? Mennyire, nem tudom, már nem érdekelnek, már nem érdekel. Nem régen érdekelt. Apám azt mondta, hogy megnyertem az olimpiát, fiam, te már példakép vagy, te neked figyelni kell, viselkedni kell, minden, nincs ilyen, hogy te most elmész, meg jókat röhögsz, neked minden oda kell figyelni, mert a fiatalok rád figyelnek. És ebben éltem nagyon sokáig, és az elmúlt 3-4 azt mondtam, hogy nem. Az a lényeg, hogy én érezzem magam a jól a bőrömben. Én mindig próbáltam segíteni, megfelelni másoknak, a legnagyobb baromság, amit csináltam az életemben. Ezért szenvedett a magánéletemben elsősorban. Így a gyerekeimtől mindenféleképpen bocsánat kérem, mert sok gondot, ugye nekem 3 malomból 3 gyerek van, amit nem így szerettem volna, úgy akartam, hogy az édesapám, akik 51 évig éltek, míg édesapám meghalt, hihetetlenek voltak, a legjobb barátami voltak, és nem tudtak elmenni úgy egymás mellett, hogy meg ne simogatták volna egymást, hogy poszit ne adjanak egymásnak. Én így szerettem volna, az élet nem így hozta. Ha én azt az energiát, amit a sportba fektettem, azt a magánéletembe fektettem volna, akkor biztos, hogy egész más lett volna. De nem panaszkodom, mert amit az élet itt adott, azt a másik hozott elvett. Azért csak sikerült olyan eredményt elérni, mint a világon senkinek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem rossz dolog.
Mennyire ismernek határon túl téged, mint sportolót még? Mennyire hát figyelj, tavaly kivittek Szerbiába, és ömlött a könnye, mert 10 percig állva tapsoltak, mert beijedtem. Magyarországon meg vagyonosodásom van, meg húzásunk, meg minden, de hát ez így működik nálunk. Uh-huh. Nálunk, igen, nem, nagyon, akárhova kimentem, és megmondták, hogy ki vagyok, hogy akkor hihetetlen szeretet áradt felé. De itt is Magyarországon, figyelj ide, amilyen sokan szeretnek, olyan sokan nem is szeretnek. De ez így van, ez egy normális dolog, tehát nem szeretett mindenki. Ha mindenkinek jó vagyok, ott valami nagyon nem stimmel, érted? Tehát van egy vélemény az emberekről, én úgy gondolom, hogy nem bántok meg senkit, nem bántottam, én próbálok mindig úgy viselkedni, hogy ember maradjak, hogy ez egy normális dolog legyen, mert semmi nem vagyok külön, mint más, avval vagyok különb egyébként, és ebben igen, hogy én amit kitűztem célt, azért végig is mentem tűzön vizen keresztül, akármilyen göröngyös fájdalom volt, én végig harcoltam a dolgaimat. De ez az eredmények mutatják is, de nem vagyok, szeretnek, nem tudok mit csinálni. Én, itt egy dolog, hogy egészség legyen, ha van egészséged, akkor mindened van. Mivel még ugye fiatal ember vagy, elég csak a fejedre nézni. Persze, még itt a karolcsecsemét. Jaj, hagyjad már, van itt azért. Úgyhogy már meg tisztelősz vagyok. Milyen nagy terved van, hogy még ezt szeretné érni? Hát valamelyik nap mondta a barátom, hogy tartós tejet ne vegyek, meg most a könyvet ne kezdjek el olvasni. Nem tudom, figyelj, most már az az igazság, hogy azon úgy próbálom az életemet, hogy a gyermekeimnek jobb legyen, hogy nekik tudjak igazából segíteni, hogy azt, amit én kaptam szeretetet, meg önöntben, most azt ők, most én a kudarcomat, vagy a győzelmet, az bennük látom, az ő kudarcok, vagy az ő sikerük, az én kudarcom, meg az én sikerem. Ők most már sokkal-sokkal fontosabbak lettek számomra, mint az, hogy én milyen eredményt érjek el. Ön nagypapás lettél? Nem, hanem kicsit átértékeltem az én életemet. Tudod, ahogy írtam a könyvemet, igen, és komolyan mondom. Igen, az emberek akkor szokták, és amikor elérik azt a kort. Lehet. Igen, nem, persze az ember, ha szépen aranyos gyerek vagy, a múltkor így beszélt velem, egy Isten nyugosztalja. Na mindegy, csak a lényeg. Nagyon hogy... legalább jó helyen van. Hát mi örök lakás, mindenki megeskedni a bankok, ilyen, nagyon jó. Tehát ami a lényeg az, hogy nem, tényleg átértékeltem, tehát rájöttem sok minden dologra, sok mindent. Tehát sok mindent ugyanúgy csinálni, de sok mindent nem. Tehát nagyon szelektálnám az életemben azt, hogy mi az, ami fontos, mi nem. De a múltra elkezdek siránkozni, akkor nem érek rá a jelenre. Ha meg a jelenre nem foglalkozom, akkor hogy lesz jövőm, nincs amire épüljek. Tehát nem. Jelennek érek, de úgy, hogy azért legyen egy kis jövőm is még. Tehát, amíg egészséges vagyok, amíg van bennem ez a vitalitás, amíg jól érzem magam bőrömben, amíg látom, hogy a gyerekek, akikkel nap mint nap dolgozunk, mennek előre, és jönnek a sikereik, és addig nincs baj. Jó, de én azt nem tudom, akkor azt árulnád el nekem, hogy te hol éreznéd most jól magadat? Színpadon, ahol énekelhetsz, táncolhatsz, bohóckodhatsz, komédiázhatsz, vagy egy... edzőteremben, ahol figyeled a gyerekeket, és utána intézkedsz, hogy ki melyik versenyre menjen, stb. Melyik a te igazi harcod? Ezt nem tudom különvenni. Egy érdekes dolog, hogy az édesapám annak idején volt ifjúkörű válogatott, utána birkózó lett, aztán pankrátor is volt, és 47-ben egy évet járt a színes főiskolára. És én nem tudtam, de én is, hát ugye én nem boxoltam, kickboxoltam. Igen. Akkor pankrátor, nem emáztam. Akkor a színhelyát, tehát elvégeztem is egy színes iskolát, amire borzasztó büszke vagyok, mert színész egyel a Gornagy Marinál, színész egyel a legmosó kategória, Mensáros plakettel végeztem, aztán elsőként. Nagyszerű dolog volt. Kiteljesedtem, csomó olyan világot nyitott, én utáltam a verseket gyerekkoromban. Most meg már van, 600 versen van, így van. Tehát annyi egész más látok dolgokban, biztos. Na ezért nem tudom, hogy melyik az igazi arcod. Figyelj, nincs ilyen? Tehát mindegyik? Az vagy te ember, mindenből van egy kicsit? János arcra gondolsz elő, hátul, mindenhol? Nem. Nem, figyelj, a művészet és a sport, azok mindig egybe voltam. Művészi torna, balett. Vagy a műugrás, tehát ha megnézd a régen a Platontól kezdve, vagy bármi szobrokat állítottak neki, filozófus volt, nagy sport, tehát és a művészet nagyon sok mindenben hasonlít dolgok. Emberek előtt kell szerepelni, nyíltnak, extrovertáltnak kell lenni, aki nem extrovertált, hanem befelé fordul, az nem tud eredményt elérni. Kell egy bizonyos vagabundnak, vagánságnak lenni a dolgnak, fölkészültnek kell lenni, ugye a színházba se tehetem meg, ha nem tanulom meg a dolgokat, akkor a páromat, a többieket hozom nehéz helyzetbe. Itt meg a nem fix körülfele, úgy megvernek, mint a lovat. Tehát mind a kettőt nagyon szeretem, ivatásomnak tartom,
nagyon szép dolgok, ki tudok teljesedni. Hát a színpad az úgy az igazi színvészet, de a film is, hát ott bármi lehetek. Ha ezt a civil életbe csinálom, bezárnak be, honnan, hogy ez nem normális. Ott meg bármit tudok, föl tudok szabadulni. Tudok, hát a sport meg az meg a véremben van, hát azt nem tudok mit csinálni. Ez a, ami ott az eszem, tudom, fél órája körülbelül. De hát 6 éves korom óta rendszeresen járok edzésekre. Tehát én, jó dolgok ezek, nem? Figyelj, jó közösség vagyok, én emlékszem, egy órában előtte oda mentünk, még utána most már az a problémám ebben is, hogy gyerek elkésnek, akkor puf, még ön is fürdik, már rohan el. Mindenki rohan ide-oda. Én minden, én nem értem, tehát amit a vesztébe akar rohanni mindenki, pedig amire kell, arra mindenre kell, hogy tudjunk időt szakítani. Sajnos azt gondolom. Időnk lejárt. Nem azért próbáljuk megélni, ugye jelent, mert ez a lényeg, és sokan ugye nem élik meg, mert rohannak is. Nem koncentrálnak a jelenre, és az is fontos. Hát figyelj, elmennek sok szép dolog mellett, örülni kell minden reggel, ki, nem is tudom, nem akarok butaságot mondani, hogy minden nap van, amiért sírhatunk, és minden nap van, fölkelünk, amiért boldog lehetünk, aminek örülni tudunk, és ez, azt gondolom, ez egy jó dolog. Köszönöm szépen, itt voltál. Én köszönöm a meghívást. További sportosat.